A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy varázslatos csapat, nem kevésbé varázslatos tagját invitáltam meg mai beszélgetésünkre. Vendégem Stúz Georgina, tisztelettel köszöntelek. Örülök, hogy itt vagy velünk. No, nagyon sok mindenről kell beszélnünk, annál is inkább, hiszen aki ellátogat a Táncsics Mihály utcába, és egyre többen vannak, teszem hozzá, az már megtapasztalhatta, hogy micsoda nagyszerű környezet fogadja azokat, akik szándékoznak művészettekkel, művészettel foglalkozni, festésszel, és ráadásul olyan szinten tanulhassanak meg önmagukról is nagyon sok mindent, ami előre mutat mindenképpen. És ebben a felgyorsult 21. századi világban ennél nagyobb szükség semmire nincsen talán. De ahhoz, hogy megismerjünk téged is, hát kell az indítatásról is szó essék, mert ugye majd a DSI inhalálásról fogunk beszélni, hiszen üzletfejlesztési vezetőként is dolgozol, de a művészetekről nagyon kell, hogy többet beszéljünk, hiszen te azt írod a rövid bemutatkozásodban, hogy azon emberek közé tartozom, akire hatással van a környezetük és annak változásai. Ez nyilván meghatározza a mindennapjaidat. De kezdjük az eredőnél. Melyik volt az a pillanat, milyen volt az a pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy igenis kell ezzel kiemelten foglalkozni? Mi volt az indítatás? Hát a Timi volt az indítatás egyébként, meg ugye maga a festőstúdió, ahol én is ugye mint csapattagként dolgozom, tevékenykedem, és a Timitől kaptam az első festőállványomat, az első készleteimet, amivel tudtam festeni, és a Timi mondta, hogy próbáljam, tehát ő érzi, hogy bennem van még egy plusz, hogy teljesítsem ki, és kezdjek el én is festeni. És így kezdtem el a Timi úgymond unszolására, de ezt nem mondanám azt, hogy mert ő mondta, hogy és akkor én úgy csinálom, hanem így éreztem magamból, hogy igen, én is megértem arra, hogy akkor fessek, és egy ilyen tényleg egy ilyen nagyfokú kreatív szellem így magájával jöhetett, és így nekiálltam én is festeni, és nagy örömmet rejlem benne ezekbe ugyanúgy az akril, absztrakt képekbe. Itt nagyon fontos, amit mondasz, de nyilvánvaló, hogy a kezdet mindig nehéz. Az, hogy a tehetség az benne lakozik az emberben, az egyáltalán nem természetes. De aki megnézi a festőstúdióban az alkotásaidat, az rájön arra, hogy most már, ha úgy tetszik, kiteljesedtél. Milyen volt ez a folyamat? Volt mestered? Nem volt mesterem igazából, vagy a Timi volt a mesterem, tehát a Timit szoktam felhívni, vagy tőle kérdezni. Viszont nagyon sokan inspirálnak, tehát hogy kortárs festők inspirálnak, az ő képeiket nézegetem, vagy járok ugyanúgy múzeumba, vagy festménykiállításokra. Tehát igazából a kortárs művészek azok, akik leginkább inspirálnak engem. Amikor az alkotásokról beszélünk, és azt mondod, hogy szereted körbevenni magad szép alkotásokkal, ez egy életforma is bizonyos értelemben? Igen, tehát használati tárgyakban is szeretem szép dolgokkal körbevenni magamat, ugyanúgy festményekkel, tehát nálunk a lakás az úgy néz ki, hogy mindenhol festmények vannak, nincs egy olyan fal, ahol nem lognának festmények, és akár egy adventi koszorút, tehát én mindent magam készítek, tehát hogy igazából a lakás az arról szól, aki oda belép, hogy ott tényleg minket, engem lát, mert mindenhez van valami, tehát mindent én csinálok így saját kezüleg, és a stúdiót is ugye ez inspirálta, meg ezeket az új workshopokat is, hogy a festészeten kívül mást is tudjunk adni, mert én is annyi minden mással foglalkozom, akár ugye itt a szeretem a szakácskodást is, tehát nagyon szeretek főzni is, és mást is adjunk,
a festészet mellett, amiben ugyanúgy ki tudnak esetleg olyan emberek is teljesedni, akik mondjuk úgy érzik, hogy a festészet nem nekik való, de szívesen eljönnének és elkészítenének egy használati tárgyat. Tehát ez azt jelenti, hogy megtalálod a mindennapokhoz a kapcsolódási pontokat minden egyes cselekvésben. Igen, igen. Mert tehát ez nagyon-nagyon fontos kérdés, mert a harmónia ezek szerint fontos számodra. Igen, a legfontosabb. De mit jelent alapvetően a harmónia? Azok a tárgyak, amelyek körülvesznek, az a millió, ami körülvesz, igen, ez tehát a harmónia? Igen, tehát a harmónia így van ugye a mikrokörnyezetem, ugye ahol élek, akikkel élek, tehát hogy harmóniában szeretek élni. Ha kitekintünk, az utazások ebben mennyire segítenek téged? Hiszen... Nagyon, tehát nálam központi, a gyerekkorom óta nagyon szeretek utazni. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a szüleimmel nagyon sokat utaztunk, de hát belföldön, tehát hogy mi miután bejártuk úgymond egész Magyarországot, kezdtünk el külföldre utazni, és a munkát is egyébként úgy választok, tudjak utazni, akár kiállításokra járni, tehát hogy a szakmai kiállításokon részt venni, tehát nekem az utazás az egy szenvedélyem, és úgymond a lételemem, tehát hogy ez nekem egy olyan természetes dolog. És például itt az új stúdióban is, a kialakításnál is az egy fontos szempont volt, hogy az utazásokból be tudjunk csempészni bizonyos dolgokat. Tehát például Santorini is egy olyan kép a stúdió falán, ahol az ember ugye eljön, és úgy érzi, amikor kikapcsolódik, mintha nyaralna. Tehát, hogy már ott bekapcsolunk egy gombot, úgymond egy ilyen nyomógombot, hogy most az ember, aki odajön, nyaral. Akkor ugye a felhők is egy olyan motívum, amiben az ember egy ilyen könnyed, kellemes légkör. Ugye a másik oldalon meg vannak a téglák, aki esetleg felmegy a weboldalunkra, vagy eljön a stúdióba, az láthatja. Olyan, mintha kint ülnénk a kertbe, és rengeteg virág is van, ami segíti azt, hogy mintha szabadba ülnénk, mintha felhőkön ülnék, vagy éppen Santorinin, és akkor tényleg ez egy ilyen csak a kikapcsolódásról és az alkotásról szóljon egy nagyon kreatív környezetben. És tényleg minden az utazásról, tehát az ételek, például a festő táborokba én készítem az ételeket, tehát úgy van a festőtábornál, hogy reggeli, ebéd, vacsora, és akkor, mert én másodsorban séf is vagyok, de nagyon, nagyon szeretem, ez a hobbim lényegében, és azért is végeztem el a séfiskolát, hogy ezt nem is hivatásosan, de mondjuk egy keretek között ugye tudjam csinálni. És tehát azok is az utazásaim, tehát bárhová elutazom, ott megkóstolom a jellegzetes ételeket, és azt elkészítem itthon, és itt a táborban is. Most például 7 hónapot voltam az Emirátusokban, Dubajban, a VIAK kiállításon, és most is a téma, úgymond humuszt tettünk, tehát minden ilyesmit a festőtábornál. Tehát, de mindenki nagyon élvezte. Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz. Ja, csak itt most közbevetésül azt mondtam, hogy nem említem meg, de mégiscsak egy hölgyet olvastam, aki nagyon-nagyon megdicsérte a kiamagos mangópürédet kuszkusszal. Igen. Tehát ez is egy jellemző. Tehát benned van a kíváncsiság, az abszolút, rendben van. Igen. De az alkotás vágya, az a kiteljesedést nyilvánvaló, hogy a festészet, a művészet jelenti. Igen, igen. Hogyan választasz témákat? Hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Itt már említettük Szőrmentén, de én azt gondolom, hogy aki ellátogat a stúdióba, és aki megnézi, az tudja, hogy ahogy te is fogalmaztál, hogy mind egyedi és megismételhetetlen. Igen. Tehát én se tudnám ezt újra ugyanígy, megmondom őszintén, megfesteni, mert az egy adott pillanatnak a szüleménye, és jellemzően nyáron festek jó időben, amikor nagyon szépen süt a nap, és engem ez inspirál, és tényleg a kortárs művészek, és nekik a képei, és minden, ami színes, és ezek így igazából legbelülről jönnek, tehát nem tudom megfogalmazni, így felébredek, és kitalálom, hogy most ezt szeretném megfesteni, odaállok a vászon elé, és valami teljesen mást fogok alkotni, mert ez egy folyamat, egy ilyen 5-6 órás folyamat, és folyamatosan
változik, kezd el élni a kép, ugye a színek, és akkor még látom, hogy esetleg ide még valami mást is szeretnék, és ez így folyamatában fejlődik, és épül fel a kép, és lehet, hogy fejben, amikor elindultam, vagy nekiálltam festeni aznap, akkor egy teljesen más végeredmény lesz. De van olyan is természetesen, amit meg tudok pont ugyanúgy el tudok készíteni, ahogy az megvolt a fejembe, és már hosszú ideje megvolt, és már alig várom, hogy oda kerüljek a vászon elé, és megfessem. De többnyire ez mind ilyen intuíció, és az adott napszaknak, az adott érzésnek, vagy hol jártam előtte, vagy kinek a képéddel találkoztam, vagy melyik művésszel beszélgettem, az mindig attól függ. Ez bizonyos értelemben beteljesülés? Igen. Tehát amikor elkészül a tárgy, vagy az a festmény, vagy bármi, és ez hogy kapcsolódik össze, mert ez ilyen értelemben ez nagyon egyedinek hat, és csak rád jellemzőnek. De hogy jön hozzá a csapatban fejlődés, a csapatban gondolkodás misztériuma? Hát a csapatban dolgozás, ugye édesanyám is nagy szerepe van. A Timi, anyu, én vagyunk így úgymond a csapat, akár a Festeges Timivel csapata, és ugyanúgy ugye a Sturz Georgina Art & Designnak. Mi a marketinget, mi korábban előző munkahelyeken tanultam, vagy dolgoztam olyan csapattal, akik csinálták a marketinget, és úgymond nagyon sok mindent magamévá tudtam tenni, és ezt ugye itt a festőstúdióban tudom alkalmazni, akkor nagyon sok, ugye az ismerettségi körön nagyon szeretek barátkozni, és úgymond nagyon széles a baráti köröm, és így a csapatépítőket és leginkább én szervezem. Úgyhogy lényegében a csapatépítés, marketing, és ugye a festések során a Timinek a munkáját segítem. Árubeszerzésben is részt veszek, tehát hogy lényegében majdnem minden mozzanatában. Tehát A-tól Z-ig. A kísérletező kedv, ami benned van, és az a közösségfejlesztő erő, ami szintén benned van, az kézenfogva jár. Tehát és így alkottok közösséget, csapatot. Először csapatot a családdal, tehát édesanyáddal és Témával, és utána jönnek a többiek. És mennyire jelent az megerősítés számodra, hogy egyre többen vannak a környéken, hiszen látjuk, hogy egy gyermektábor is van esztendőre, erről majd beszámolunk egyébként is, de valamennyi találkozón különböző korosztályokat látok, hála Istennek most már férfiakat is, igen, mert eddig nem ez volt a tapasztalás. Hogy sikerül ezt elérni, hogy valamennyi generációt elérjétek? Lényegében szerintem már mindenki nyitott arra, hogy kísérletezzen, kipróbáljon új dolgokat, mindenkiben nagyfokú ez a kíváncsiság, és ma már nem tárgyakat szeretünk venni, hanem mi szeretünk alkotni, és ezeket az alkotásokat, vagy ezt az együtt töltött idővel megajándékozni a másikat is. Hát így van, jönnek hozzánk olyanok, akik megveszik a barátjuknak, párjuknak, kollégájuknak, ugye eljönnek hozzánk, együtt alkotnak, és ebben ugyanúgy a férfiak is részt vesznek, és nagyon szeretik, és kiteljesednek. Tehát a mostani workshopokra is már férfiak is jelentkeznek, és nagyon nyitottak, és érdeklődőek. És a kísérletező kedvről arról kigyűjtöttem néhányat, ami felkeltette itt az érdeklődésemet, hiszen például itt van az alkoholos tintafestés. Igen. Beszéljünk erről egy kicsit. Ez is egy újdonság, tehát ez leginkább ilyen absztrakt kép, és akit a Timit követik, ugye a vezetett élményfestést, ők mondták, hogy ők elég bátortalannak érzik ahhoz magukat, viszont ezt nagyon szívesen kipróbálnák, mert itt ugye nem használunk itt is ecsetet, mert kétféle technikát tanítok meg az alkoholinkes workshopon, tehát van egyszer egy ilyen speciális fújásos technika, lehet ezt szívószállal fújni, vagy van pedig ez a kis műanyag kürtő, azzal fújjuk, terítjük szét a tintafestéket a lapon, és ezek a vibráló színek egymásba folynak, tehát ahogy keverednek a színek,
ahogy éppen fújjuk, vagy folyatjuk a festéket a lapon, egy csodálatos kép alakul ki. Igazából elrontani nem lehet, hogyha megkérdeznek, hogy mit tudok még elképzelni benne, vagy mielőtt elindulnak a képpel, hogy ezt gondolták ki, hogy szerintem ez milyen lesz, de én mindenkit a kísérletezésre biztatok. És én mondom, hogy nézzük meg, szerintem jó lesz, így ahogy elmondtad, az szerintem nagyon szép lesz, és én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz, úgyhogy ezt csináljuk meg. És a végeredmény tényleg mindig annyira jó, és boldogok az emberek, és mondják, hogy ez a két és fél óra annyira kellett nekik, hogy ez az igazi én idő, amikor csak az ember van, alkot, és előtte születik meg a kép, amit utána haza tud vinni, felrakja otthon a falra, vagy a munkahelyre, és ránéz, és az egy mindig egy nagyon pozitív, mert ugye visszarepíti abba a két és fél órába, amikor szól egy kellemes zene, és így tényleg elrepülünk, tehát hogy valahol máshol vagyunk abba tehát a két és fél órába. Tehát hogy a kísérletezés egyben kiteljesedést is jelent? Igen, bizonyos értelemben? Igen. Én nagy kísérletező vagyok, és mindig ez a kiteljesedés az, ami engem úgymond kiteljesít. Na, akkor menjünk tovább a kiteljesedésben. Ez a környezetbarát vízbázisú öntővegyület, Jazzmonite, vagy Jazzmonite? Igen, így mondják, ez a Jazzmonite. Ez ugye két összetevőből áll, van egy ilyen ásványi por, amit egy folyadékkal kell összekeveni, tehát ez olyan, mint egyébként főznénk, tehát nagyon vicces, mert ugyanúgy szilikon keverőt használunk, tehát hogyha mint egy ilyen palacsintatésztát csinálnánk, teljesen olyan az egész, és akkor ezt pigmentekkel tudjuk színezni, köveket tudunk belerakni, és szilikon formába öntjük, és ez egy ilyen fél óra, 40 perc alatt teljesen megszilárdul, és haza tudja vinni, aki ugye jön, készíti, azt már haza is tudja vinni, és egy nagyon hasznos használati tárgy, ugye védjük vele a bútorokat, tehát alátéteknek, szappantartónak, ilyen kis csecsebecsés tálkának, tehát igazából nagyon sok mindenre fel lehet használni. Ezek csoda pillanatok, amikor erről beszélsz, mert csillog a szemed, mosolyogsz, ez nagyon jó. Tehát ez kristálytiszta művészet, mint a Resin Art. Igen, az a Resin Art, így van, az meg egy ilyen műgyanta, epoxi műgyanta, ez ugye itt is van egy ilyen térhálósító, amit ugye összekeverünk ezt a műgyantát, és itt viszont 24-48 óra kikeményedési idő, tehát ott eljönnek a résztvevők, kitaláljuk, hogy miért szeretnének, mondjuk tálat, lehet alátéteket, tálat, tálcákat alkotni, és kitaláljuk, hogy milyen színűek legyenek, milyen kövek, tehát hogy itt rengeteg kövek, pigmenteket lehet, ilyen mikaporokat lehet alkalmazni. Itt nagyon érdekes hőlégfúvóval folyatjuk az anyagot egymásba, tehát ilyen nagyon szép márványos hatást tudunk elérni, akkor zúzott köveket teszünk bele, csillámporokat, tehát hogy igazából ez fantasztikus, és maga az anyag egy olyan, mint hogy egy ilyen élő dolog lenne, mert folyamatosan változik, tehát hogy elkészülök vele, vagy elkészülünk vele, és egyszer csak azt látjuk, hogy ez már nem az, ami volt akkor, és a hőmérséklet hatására is változik, meg mire kikeményedik, teljesen más lesz. Tehát, hogy egy ilyen csoda alakul, tehát amikor készíti az ember, akkor is folyamatosan alakul, és a végeredmény is más lesz, mint amit láttunk akkor, amikor ott hagytuk mondjuk, és visszamegyünk másra. Tehát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen számodra a mindennapok ünnepek. Igen. Tehát mert ez, igen. Jó értelemben ez egy jelzőszerket jutott eszembe, az érzelmi polihisztor, aki alkotó egyben. És hogy telnek a mindennapjaid azon túl? Hát most ugye a táborozással telnek leginkább. Ugye építem itt most a Georgina Sturz Art Plus Art and Design-t, és itt a marketing, weboldal, szerkesztés, tehát igazából mindent mi csinálunk a Timivel karöltve, tehát hogy A-tól Z-ig, és szeretnénk majd egy kis imázs videót, ugyanúgy, hogy Székesfehérvárt is ezáltal úgymond népszerűsíteni. Ugye a Timi videójában is bemutatjuk ugye az országalmát, itt is ugyanúgy szeretnénk, hogy Székesfehérvárra is a hangsúlyt
helyezve, hogy igen, itt vagyunk Székesfehérváron, a történelmi belvárosban, milyen csodás környezet, és gyertek hozzánk, és tényleg mindenki jön Dunaújvárosból, Szigetszentmiklósról, Érdről, tehát hogy Veszprémből, mindenfelé, tehát hogy, és hozzánk szeretnek jönni, tehát hogy kérdezzük, hogy hozzánk, és mondják, hogy ők velünk szeretnek együtt alkotni. Nem csodálom. Vannak álmaid? Igen. Titkosak, vagy megosztasz velünk? Nem olyan titkosak. Én még többet szeretnék utazni, meg szobrászkodni is nagyon szeretnék, tehát, hogy még a szobrászat az a következő, amit szeretnék még kipróbálni. És van egy nagyon kedves művész ismerősünk, aki mondta, hogy ő nagyon szívesen lesz úgymond a mentorom. Úgyhogy most talán még a szobrászat is majd, meg a főzés is még, tehát hogy ugye ez, hogy séf vagyok, és úgymond hobbi séfnek tartom magam, de nagyon szeretek főzni, még ezzel is szeretnék valószínűleg még a jövőben foglalkozni, és itt a workshopoknál még szeretnénk egy ilyen kis művészeti hubot is kialakítani, ahol kortárs művészeket hívnánk meg, velük lehetne ugyanúgy beszélgetni, és kiállíthatnák nálunk a képeiket. Tehát, hogy aki bejön hozzánk, egy nem átlagos ember, akkor egy átlagos művésszel tudjon, ugyanígy, ahogy mi beszélgetünk, meg tudja kérdezni, hogy készül a kép, mit használ, és akár ő is el tudjon indulni esetleg ezen az úton, vagy legyen egy lökést adjon neki, hogy kísérletezzen és próbáljon ki új dolgokat. Tehát szeretnénk közelebb hozni a művészetet az emberekhez. Tehát ez a kortárs jelen és a kortárs jövő. Igen. Tehát azért mondtad, hogy vannak álmaid. Hova szeretnél eljutni, hiszen az utazásról beszéltünk, azzal kezdtük tulajdonképpen. Melyik az az út, ami mindenek felett vonz még? Hát... Japánban már voltam, de az nagyon-nagyon tetszett, és oda szeretnék még visszamenni. A nyugodtság, a béke, a tökéletességre, tényleg a japánok minden tökéletességre, én nem törekszem a tökéletességre, meg a tanítványoknak is mindig mondom, hogy ez kézzel készül, és sosem lesz olyan, mert a tökéletes az a gépi, de persze én is törekszem arra, hogy minél szebb, és minél jobb legyen, és minél kifinomultabb, de például Japánban is ez a, mintha egy szanatóriumban lettem volna, minden gyönyörű, és tiszta, rendezett, az emberek kedvesek, odafigyelnek a másikra, és ez nagyon tetszik nekem. És ezt haza is kell hozni. Igen. Tehát akkor az az elf, hogy képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit elképzeltél, és teremtsd meg, amit kívántál, az teljes egészében a tiéd. Mert ezen az úton... Igen, törekszem erre, hogy így is legyen. De így is van, és szeretném, ha ez továbbra is ugyanígy lenne. No, akkor... És meg tudjam mutatni mindenkinek, és tehát magukévá tudják az emberek tenni, vagy merjenek elindulni ők is ezen. Akkor történjék így. Én azt gondolom, hogy a Táncsics Mihály utcában ennek példát adtok, ez mindig is így történt, és hát édesanyádnak és Tímeának is kívánom, hogy ti együtt ez a nagy trió hárman továbbra is eredményesen és ugyanolyan hitelesen a legnagyobb örömünkre dolgozzatok a Velváros szívében, ahogy eddig történt. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen, én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Stúrz Georgina volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.